két vagy három nagy doboznyi felszerelés került minden járásba. Hétfő reggel a Békés Csabai AB Expo területén adták át a kormányhivatal szakemberei a 9 megyei járás egy-egy munkatársának a koronavírus járvány elleni védekezés jegyében érkezett új eszközöket. A mai reggel történik meg a házi gyermekorvosoknak szánt antigén gyors tesztek, illetőleg a mintavételezéshez szükséges plexi arcvédőknek a kiosztása. A megyében 17 ezer antigén gyors teszt és 245 plexi arcvédő érkezett. Ezt a járási hivatalok fogják kiszállítani az illetékességi területekön működő házi orvosoknak, házi gyermekorvosoknak, szám szerint 245 praxis részére. Békés megyében is a járvány negyedik hulláma zajlik. Sárosi Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi időszakban egyre több a beteg. Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett a légúti tünetekkel rendelkező betegek jelentkezése a házi orvosok irányába. Ezután a házi orvos a tünetek megvizsgálása alapján döntheti el, hogy a rendelőben elvégzi-e a gyors tesztet. Amennyiben igen, és a teszt pozitívnak bizonyul, akkor megtörténik az illető személy járványügyi elkülönítése, valamint a kontaktkutatás és a fertőzött személlyel kapcsolatba került kontaktoknak a járványügyi megfigyelés alá helyezése. Pénteken jelentette be a Békés Megyei Központi Kórház, hogy a koronavírus járvány negyedik hullámának betegszám emelkedése ismét szükségessé tette a betegutak átszervezését. Szombat reggeltől a kórház teljes ellátási területéhez tartozó, baleseti sebészeti ellátást igénylő beteget Békés Csabára szállítja a mentőszolgálat. Az idegsebészeti fekvőbetegellátás október 23-ától Békés Csabán működik. A stroke rehabilitációs osztályon fekvő betegeket a reumatológiai osztályra helyezik át.